Én eleve én szeretem, tehát szeretek például stúdiózni, meg tehát így, ez nekem, tehát valakinek van mondjuk ilyen stúdióparája, nekem mondjuk szerencsére nincsen. Meg én dolgoztam is itt egyébként egy ilyen 8-9 évvel ezelőtt ebben a stúdióban. Akkor is ugyanígy nézett ki, tehát itt nem változott az idő, itt megállt, azt hiszem. A pult az más volt, arra emlékszem, ez teljesen más volt, de amúgy minden ugyanaz. És na mindegy, szóval én jól éreztem magam nagyon. Eldöntöttem, felvágom a mellkasom, és fogom szívem, kihúzom, és elébb tartom lógó erején, majd rátapadnak a kezeidre, és nem engedik el. Annak ellenére, hogy mondjuk egy ilyen nagyon szűkkörű, tehát ez egy teljesen más műfaj. Tehát az, hogy mondjuk beültem 20 ember vagy 30 ember, mint egy mondjuk egy ilyen nagy koncert. De szerintem a zenekar is tök jól megoldotta a dolgot, meg hát igyekeztünk mondjuk így átdolgozni a dalokat is, hogy azért ne ugyanúgy játsszuk el, ahogy szoktuk, de megoldotta a zenekar is nagyon jól. De egyébként mondom, tehát én nagyon jól éreztem magam, tehát jó volt a hangulata az egésznek. Néha nekem túl nagy volt a csend. Tehát ugye számok között, tehát nagyon furcsa, hogy nem hallom a duruzsolás, meg az embereknek között a részeg ordibálásokat. Meg... Mi van, buzi vagy? Tudod, tehát ezt mondjuk én nem hallottam, de ennek én nem mondom, tök jó volt. Tehát meg a zenekar is tehát tök feelinges volt ahhoz képest, hogy mondjuk ez egy ilyen más műfaj. Ne aggódj, az ének gyönyörű, ha te is így akarod, most nem lehetsz keserű, mikor édes az italod, magányos vagy és túl kemény, vagy csak azt hiszem, megszabadulhatsz könnyedén, csak a lényeg a türelem, 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 türelem. Fájdalmon keresztül jutsz az örömbe, nézz rám már semmitől se félek. Nem hiszek semmiben, de nem tagadok semmit, a vakhittől csak begörcsöl a lélek. Választottam, amit nagyon nem ismer senki, szerintem. Ez egy kb. 1992-ben irodott, és egy Queen Bee nevű zenekar csinálta meg, illetve írták, akikkel ugye egy városban nőttünk fel, meg hát itt egyébként érdekes, hogy gyakorlatilag a héttagú zenekarból tök véletlenül, de öten dunai városiak vagyunk, úgyhogy hú, hajrá! Hajrá, kohász! Já, kezd el, Endre, ne túl gyorsan. Hát azért, mert gyerekkori barátok vagyunk, egyrészt. Meg, tehát nem tehát gondolkoztam, milyen magyar zenekartól játszok, még valamit. És nem nagyon volt olyan, amire így azt mondtam volna, hogy így nagyon közel áll hozzám. Tehát a Queen Bee-ben még játszottam is. Sunday found me, dreaming of my fate. I was smoking on my grave. Monday shot me right in my heart, telling me I lost the game. Dunai város, tehát én a Tibit azt ilyen, azt hiszem 8 éves korom óta ismerem, a Liviuszt az 6 éves korom óta ismerem, tehát hogy mondom, van egy ilyen
tehát egy ilyen, nagyon lokálpatrióta kötődés így egymáshoz, tehát így. Na mindegy, na, szóval, hogy végülis ezért válaszoltam ezt a dalt. Let me end the show, let me close the bar, oh no. I'm sorry people ain't got time and patience anymore. Ezt régen is szerettem ezt a számot, bár mondom hivatalosan, szóval nem is jelent meg ez a dal, tehát így lemezen. Csak azt hiszem valami demókazettán. De mondom, ezt szerettem ezt a dalt. Megmondom, hogy ilyen tínédzser koromat idézi, ilyen 16 éves koromat idézi, mert akkor együtt, akkor kezdtünk el együtt szórakozni, nem tudom, és ilyen szép emlékek jöttek elő. Hát nem, nincs üzenetem senkinek. Tehát most mit üzenjek, semmit. Hello, Frank vagyok, ez az MR2 akusztik, ugye, jól mondom? A harccal a dalnak, igen, azt hiszem, jól mondom. Igen, ennyi.